A Jazz Liga 11. fordulójában a tabellát vezető rózsaszín mezes Astra látogatott Kispestre. Villanyfényes meccs a Bozsi Stadion műfüvesén és egy vendég szabadrugás után lecsorog a labda, megfogja Semrenner, Meggyes érkezett, fejelni akar, de a testéről csorgott le a labda. A 9. percben kavarodás, szép emelés Dikanovától és Sümegitől is, ez pedig már gólt ér. Ez a 10. gólja Sümegévának, ezzel vezet az Astra. Nem volt les, beragadtott középen Kovács Zsanett, bár sokan les reklamáltak. 35. perc. Bal oldalról megy a beadás, ami aztán majdnem gól lett. Lecsúszott Godvár lábáról a labda, és a kapufa segített a honvédon. Egy ütközés. Kiveszi át. Egy emelés is kisül belőle, de fölé megy. Dénes Dorka lőtt. Aztán megint Sümegi helyzetben. Sokat viszi. Rávetődik a labdára Semrenner. Honvéd szöglet. Lecsorog. Dénes érkezik. Alig pár centivel mellé. 41. perc, megint Dénes Dorka kerül a védők mögé, be is adja, érkezik, Svetlik, rosszul találja a kaputorkában a meccs eddigi legnagyobb helyzete. 50. perc, Szabó Boglárka szabadrúgás, középre pattan a labda, Godvár olyan 10-11 méterről fölé durrantott, ez sem gól. Az 59. percben viszont ismét gólt látunk, ott táncol a labda a hálóban, Szabó nem tudott felszabadítani, bíró Nikolett fejelte be, Molnár Rózsa szöglete után a labdát, nem is ugrania kellett, hanem picit lehajolni ehhez. 72. perc, ezzel átvehetni a vezetést a Honvéd, de rossz megoldás, pedig itt volt baloldal Dénes üresen. Újabb nagy helyzet, a kapufa segít Stár lövésénél az Astrán. Komoly kavarodás, rengeteg játékos, kitalálja meg a lövés Pincétől, a védés meg Aschenbrennertől. Egy-egyes döntetlent játszotta a Honvéd a lista vezetővel. Csalódott vagyok, mert a csapatunktól elvárható lett volna, hogy beúzza ezt a győzelmet. Ez egy kötelező győzelmet van a számunkra, de sajnos az utolsó passzokban és a gólszerzésben nem jeleskedtünk ma. Én úgy látom, hogy ez volt az oka annak, hogy nem tudtunk győzni. És ez mindig benne van egy ilyen mérkőzésben, hogy kapunk egy gólt, mert az ellenfélnek is vannak helyzetei, hát megtörtént, úgyhogy sajnos ez lett az eredmény. Sajnálom, hogy ez így alakult. Ezt én rontottam el meg, hogy mondjam őszintén. Olyan dolgot szerettem volna a lányaimtól kérni, illetve kísérletezni, amelyet még nem gyakoroltunk, nem tudtunk, ezért elnézést kérek tőlük is elsősorban, de a nézőktől is. És hát sajnálom, hogy így alakult a dolog, ettől függetlenül rengeteg tanulságot vonhatunk le a mérkőzésben, és gratulálunk a Honvéd csapatának. Mind a két oldalon voltak helyzetek, mi is rúghatunk volna még ott az ellenfél is, most egy-egy lett a mérkőzés vége, így sikerült. Az egész meccs alatt nagyon jól éreztem magam, és örülök, hogy végre az egész csapat egymásért küzdött, és jól játszottunk, és végre megszereztem az első gólomat is, és sikerült egy pontot szereznünk a listavezetőktől.